Sziasztok! Én Árvai Nóra vagyok, az endoblog.hu szakpszichológusa, és élőben jelentkezem itt az 5% zárt csoportban. Vagyis nem annyira élőben, hanem előre fölveszem ezt a videót, és úgy fogom megosztani veletek. Igazából ugyanúgy a mai napom, mint amire az élőt ígértem, de pont fölöttem a lakásomban dolgoznak most a munkásaim, és egy részt hangosak, másrészt állandóan bekopognak, mert ahogy ez a felújításnál ugye lenni szokott, mindig kifogynak valamiből, leggyakrabban pénzből, és akkor itt kopácsolnak, hogy menjek és adjak nekik. Úgyhogy ezt élőben nem szeretném prezentálni számotokra, úgyhogy most neki kezdek így ennek a videónak, fölveszem és megvagdosom, hogyha szükséges, ha sok ilyen zavaró tényező lesz benne, és akkor úgy tudom nektek ma azt átadni, hogy egy élvezhető minőségű anyag legyen. Hogy miért telt el ennyi idő, hogy nem jelentkeztem itt a csoportban, az pedig a felújításnak egyrészt, másrészt pedig a kedves MailChimpnek köszönhető, aki megszűnt az automatizmusaimat egyszer csak egyik napról a másikra tovább küldeni, ami már 5-6 éve egy jól működő rendszer volt, és akkor ott voltak a program, az egyéves programomnak a feliratkozói, hogy hello, hát így nem jönnek az e-mailek, hol vannak a napi feladatok, hol vannak a napi gyakorlatok. Mondjuk annak iszonyatosan örülök, hogy ez így, hogy ennyire hamar jeleztétek a problémát, ez tök jó, mert azt jelenti, hogy tényleg ezerre csináljátok itt a programot, és nagyon várjátok a napi feladatokat. Viszont ez nekem brutálisan feladta ám a leckét, mert a MailChimp a prémium szupportjával annyit tudott mondani erre a dologra, hogy miért álltak meg az automatizmusok, hogy hát igen, ismert probléma és a megoldás az, hogy időzítsem újra az e-maileket, ami hát ugye 365 e-mail plusz 2 az üdvözlő meg az elköszönő e-mail a végén, szóval nem időzítettem őket újra, de átvittem őket egy másik rendszerbe, ami szintén egy nagyon időigényes folyamat volt, és ugye próbálok optimista lenni és nézni, hogy amúgy is már nagyon a bögyönbe volt a MailChimp, mert ekkora feliratkozó számnál azért már nagyon-nagyon drága, hogy közel $200 fizettem így havonta, hogyha jól emlékszem, és tényleg így elég, úgyhogy átmentem egy másik rendszerre, és ma ki is ment az első endomail ebből az új rendszerből, és annyira szép, meg annyira elégedett vagyok, és úgy örülök neki, és remélem, hogy ti is fogjátok szeretni, úgyhogy aki eddig még nem iratkozott fel az endomailre, az most feltétlenül tegye meg. No, most, hogy megmagyaráztam a bizonyítványomat, hogy miért nem voltam ennyi ideig, és hogy nehogy azt higgyétek, hogy eltűntem, hanem a háttérben szorgalmasan dolgoztam, el is kezdjük a kérdezfeleleket. Szerencsére itt a végén belehúztatok, és jó sok kérdés érkezett. Én fejből nem is fogok emlékezni rájuk, úgyhogy írtam egy ilyen kis listát, és majd azt fogom így nézegetni, jó? Hogyha lefele nézek, akkor a kérdéseket fogom nézni. Nagyon édesek vagytok, mert ketten is kérdeztétek, hogy mikor fog kinyitni ismét az Endostop Sisterhood. Ugye nagyon örültök annak, hogy létrehoztuk így Magyarország legnagyobb endometriózis tudástárát, és nem fognak innentől kezdve havonta eltűnni a tudásanyagok, meg a meditációk, meg a mozgásanyagok, meg az Endo magazin, az Endostop magazin, bocsánat, hanem ott maradt fönt egy ilyen hatalmas tudástárat létrehozva. Úgyhogy nagyon örültök neki, és egy csomóan szeretnétek csatlakozni, és rendben van, én ezt vettem, meg figyelek erre, a közeljövőben ki fognak nyílni a Sisterhood-nak a kapui, még el kell döntenem, hogy egy ilyen Valentin napra így fel tudom szívni magam, hogy csináljak ezzel kapcsolatban egy ilyen nyitókampány, de legeslegkésőbb amúgy a márciusban az endometriózis világnapra ki fogom nyitni a Sisterhood kapuit, úgyhogy stay tuned, és jövünk. Jó. A másik kérdés az étrend kiegészítésről szólt, és egyébként ezzel kapcsolatban ugye a Typeform linken már látom, hogy bejött több kérdés is, csak ugye sorsolással választok a kérdések közül, de most végre az egyik nagy kedvencem a táplálék kiegészítés endometriózisban topik is felvetődött, úgyhogy tökre örültem neki, mert amúgy is régóta akartam nektek erről beszélni. Szóval azt kérdezitek többen is, hogy milyen táplálék kiegészítőket szedek én, illetve hogy mit javaslok endometriózissal élőknek, hogy egy egészséges és kiegyensúlyozott diéta mellett még bevigyétek a szervezetetekbe. Őszinte leszek veletek, teljesen transzparens, ugye ebben a csoportban, meg hát egyébként is mindenhol nagyon fontos számomra, hogy tényleg átlátható legyen minden, amit csinálok, meg amit tanítok. Szóval, hogy én nem szedek az ég egyet a világon semmilyen táplálék kiegészítőt.
Ez egy picit kamu, mert amikor covidos voltam, akkor nyilván én is megtoltam a D-vitamin bevitelt, meg néha télen, amikor így nem utazunk sehova, meg nem ér tényleg hónapokig napfény, akkor D-vitamint azt így néha szoktam, de alapvetően semmilyen táplálékkiegészítőt nem szedek. És hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor még azt is hozzáteszem, hogy amikor meg vagyok fázva, vagy érzem, hogy bujkál bennem valami, akkor még a C-vitamint is meg szoktam tolni. Mit tudom én, egy ilyen 3-4 napig, de akkor ilyen egész extrém adagban ilyen 3000-4000 mg-okat is betolok, hogy egy kicsit így felpörgessem a szervezetemnek a működését, de hogy ennyi. C-vitamin meg D-vitamin, és az is csak így szükség esetén. És hogy miért teszek így? Egész egyszerűen azért teszek így, mert elképesztően tudatos, összeszedett és megtervezett a táplálkozásom. Tehát nincs rá szükségem. Én hiszek abban, hogy nem ezektől a piruláktól, meg kiegészítőktől leszünk jól, hanem attól az ételtől, amit elfogyasztunk, amit megeszünk. Ugye én most már ilyen 80%-ban nyers vegán módon étkezem, úgyhogy iszonyatosan sok benne a zöldség, a gyümölcs, vannak benne magvak, csírák, szóval, hogy tényleg minden vitamin, amire szükségem van, az ott van ezekben. És ettől függetlenül, ha esetleg azt tapasztalom, hogy mondjuk egy páciensem nem tud így étkezni, vagy amikor megcsinálja a táplálkozási naplóját, akkor látom benne, hogy ez bizony így nem jó, de ő nem akar változtatni, akkor azért nyilván én is mondom neki, hogyha valami így nagyon kiugrik, hogy mit kellene pótolni, de hogy alapvetően én, mivel egyikőtök pont ezt kérdezte, hogy én milyen táplálkozási kiegészítéssel élek, semmilyennel. Nagyon figyeljetek arra, hogy ezek a táplálék kiegészítők ugye azért egy nagyon komoly bizniszt jelentenek itt a kétségbeesett és fájdalommal, krónikus állapotokkal élő embereknek, úgymond a piacán, tehát mindenféle ígéretet is eladnak, de hogy így azért nem fogja egy vitamin komplex meggyógyítani az endometriózist, tehát ilyen nem létezik, ez nem így működik sajnos. Viszont hát azért szeretjük elhinni, nem? Tehát, hogy milyen jó lenne, hogy így bekapjuk a pirulát, és akkor így jól is vagyunk. Ez sajnos nem így működik, ezért tenni kell, és egy nagyon változatos, összeszedett, megtervezett étrenddel érdemes inkább az összes vitamint és ásványi anyagot, enzimet bevinni, amire csak szükségünk van. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy ne táplálék kiegészítőket használjatok, hanem egyetek rengeteg zöldséget és gyümölcsöt, lehetőleg nyersen, lehetőleg biót, lehetőleg onnan, arról a környékről, ahol éltek, arról az éghajlatról, és akkor ez mindennek is jó, a te testednek is, meg a környezetünknek is, meg a kis őstermelőinknek is, úgyhogy tényleg csupa-csupa jó dolgot csinálunk így egyszerre ezzel. Ha ez nagyon nagy falatnak tűnik egyelőre, akkor kezd azzal, hogy legalább egy étkezésedet teletömöd zöldséggel meg gyümölcsel per nap. Jó? Tehát kezdjük piciben, és akkor innen építjük majd fel, innen haladunk. Néhány páciensem, ugye az elején, amikor még ezeket a dolgokat nem beszéltük át, akkor így marék számra szedte ezeket a táplálék kiegészítőket, és bizony volt, akinek meg síny lette a veséje, tehát azért nem erre vagyunk kitalálva, meg a mája, úgyhogy nem szabad egyszerűen ennyi mesterséges dolgot, meg trutyit így bevinni a szervezetünkbe. Nem ez fogja megoldani a dolgokat, csak annyira könnyű, tehát vágyjuk ezt a kontrollérzetet, vágyjuk azt, hogy akkor én tudok valamit tenni, és ennek bizony egy ilyen kis lusti, leegyszerűsített módja az, hogy így elhitetjük az agyunkkal, hogy teszünk valamit, hogyha így bekapkodunk ilyen csodabogyókat, de hogy ez így igazából nem oszt, nem szoroz, inkább azt a pénzt, amit erre költenél, mert egyébként tényleg ilyen nagyon csillivilli, szép kis dobozokban, meg tényleg nagyon gusztusosan tárolják, árulják, de hogy azt a pénzt inkább költsd el egy őstermelőnél, és akkor tényleg neki is sokkal jobbat tettél, meg magaddal is, meg a klímával is, úgyhogy felejtsd el a táplálék kiegészítőket. Menj el egyébként vérvételre, az tök fontos, de ne csak erre az alap rutinra, hanem menj el arra a vérvételre, ami nagyon alaposan
vitaminról vitaminra átnézi, hogy miből van esetlegesen hiányod, és természetesen, ha van valami hiányállapotod, akkor azt kompenzálhatod átmenetileg, jó? Mert hogyha nagyon tolod egyébként, akkor azokat a dolgokat, amit a szervezet magától is képes lenne előállítani, ellustul és nem fogja előállítani így saját magától, úgyhogy aztán kb. Örök életre arra kárhoztatsz, hogy akkor toljad ezeket a pirulákat. Ha valamiből hiányod van, akkor kérlek, nagyon alaposan nézd át a táplálkozásodat, vagy gyere el és nézzük át együtt, hogyha ez kihívást okoz, mert valószínűleg egy helytelenül beállított táplálkozás lehet a hiányállapot oka, vagy felszívódási zavar, úgyhogy ha valamiből hiányod van, és többször ez így igazolódik, akkor irányad oki, és vizsgálódjatok felszívódási zavar témakörben. Oké? Tehát ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Én magam is rendszeresen, még ennyire tudatos és felépített táplálkozás mellett is, én is rendszeresen megyek fél évente, évente vérvételre, és lecsekkoltatom, és boldogan ott szoktam így örömködni magammal, meg nagy pacsit adni magamnak, mert egy tök jó visszajelzés, hogy soha semmi csillag igazából így nincsen benne. Még egy dolgot szeretnék mondani, ez meg ugye a vegán táplálkozásban a B12 vitamin, hát azért erről is nagyon sok vita van, hogy azért a föld azt tartalmazza, meg hogy a húsevők is nek is hiánya szokott ebből lenni, meg hogy az állatok is a gyökérzöldségeken lévő földből szerzik, meg stb. Stb. Szóval, hogy így azért nagyon sok vita övezi ezt a dolgot. Én rendszeresen csekkoltatni szoktam a B12 szintemet is, az is teljesen rendjén van. Nem szedek B12 kiegészítőt sem, vagy B-komplexet sem. Viszont a teljes őszintességhez hozzátartozik, hogy nagyon sok ilyen növényi tejet fogyasztok, és ott bizony ott van olyan, amelyik ez a fortified milk jó, tehát hogy amiben van ilyen hozzáadott B12, úgyhogy ezt így lehet végül is arra mondani, hogy hát ha akkor amiatt nincs B12 vitamin hiányom, hogy ezeket a fortified növényi tejeket fogyasztom. Jó, rendben, ennyit a táplálkozás kiegészítés témáról, és akkor bocsi, így csekkolom, hogy mi legyen a következő témánk. Jó, mit szoktam reggelizni? Hát ez most akkor nagyon ilyen étkezéses endometriózis kérdezfelelek lesz. Mit szoktam reggelizni? Hát általában egy hatalmas tál gyümölcsöt. Ezt néha variálom, hogy változatos legyen, mert ugye tetszik nagyon az, hogy a szivárvány minden színe ott van a tányéromon, és akkor ez ilyen nagyon szép, meg nagyon gusztusos, de néha meg, hogyha így azt érzem, hogy könnyíteni szeretnék az emésztésemen, és egyszerűsíteni az emésztőrendszerem dolgát, akkor pedig ilyen monoétkezéseket tartok, ami azt jelenti, hogy egy jó nagy adag, ugyanabból a gyümölcsből egy jó nagy adagot fogyasztok el, ez azt jelenti, hogy mondjuk föl karikázok 3 banánt, vagy megeszek 1/2 kiló szőlőt egy gyűjtőhelyemben, vagy 4 almát, szóval, hogy így tényleg azért így egy mennyiséget. Úgyhogy, ha gyümölcsöt reggelizem, az így szokott kinézni, ha pedig nem, akkor, hogy több időm van egy kicsit, és így szeretnék ezzel így elpepecselni, akkor szoktam ilyen homemade granulát csinálni néha, vagy natúr és cukormentes szójajoghurtba szoktam granulát tenni, meg mézes kalács fűszerkeveréket, ezt így elkeverem, arra is hintek egy kis áfonyát, vagy valamilyen gyümölcsöt, ami van itthon, és akkor azt szoktam így fogyasztani, vagy még néha magvakkal is felturbózom, úgyhogy ez elég kis komplex étel így. Úgyhogy leggyakrabban szerintem így ezt a kettőt szoktam így váltogatni, amikor itthon vagyok. Hát amikor Franciaországban vagyok, akkor ez ugye teljesen megváltozik. Amikor meg napokat autóban, úton vagyunk, akkor is megváltozik, akkor még az is előfordul, hogyha nem tudok úgy enni, hogy mondjuk a autó, ahol lemerült, ott abban a hotelben mondjuk nincs ilyen vegán reggeli lehetőség, vagy a kietlen pusztaság közepén vagyunk, és tényleg nincs még egy benzinkutya, meg semmi, akkor szoktam vinni ilyen vegán fehérjeport, és akkor azt borsófehérjéből általában, vagy rizsfehérjéből, és akkor azt így, amikor úton vagyok, akkor azt szoktam inni. Hát igen, ez is feldolgozott étel, ez tény, ez a vegán fehérjépor, de hát így úton, útfélen én simán bűntudat nélkül meg szoktam ezt így engedni magamnak, hogy rendben legyenek így a makrók is. Jó,
Tuti, már ott látom, hogy ráncolod a szemöldöködet, hogy úristen, endometriózisban szójajoghurt. Erről nézd majd meg, légy szíves, az Endoblogon a cikkemet, a szójás cikkemet. Most már a legújabb kutatások azt mutatják, hogy nemhogy nem ártalmas a szója, hanem még védő faktora is lehet, ugyanis a fitoösztrogénekkel leköti az ösztrogén receptorokat, de nem vált ki olyan hatást, mint hogyha igazi ösztrogén lenne. Tehát nem boostolja az endometriózisodat, hanem pont, hogy leköti az ösztrogén receptorokat, és amikor jön igazi ösztrogén, az nem tud annyira így odakötődni, most így nagyon leegyszerűsítve mondom, de hogy kifejezetten protektív tényező is lehet a szójafogyasztás endometriózisban. Még mielőtt ezzel a cikkel egyébként előrukkoltam, írdatlanul sok, több mint 250 kutatást elolvastam, hogy tuti legyek az új hírekkel, meg az új infókkal, plusz magamon is teszteltem, most már én másfél éve visszaemeltem a tofut például az étrendembe, meg szójatejet is iszom, azzal szoktam inni a kávémat, meg néha ezt a natúr szójajoghurtot, és továbbra is minden király, meg továbbra is minden rendben, úgyhogy másfél év alatt, hogyha ez problémát jelentene, akkor már biztos szólt volna a szervezetem, hogy valami nem klappol, úgyhogy erről így ennyit, úgyhogy remélem kisimult most a ráncolt homlokod, és akkor nézem, hogy van-e még kérdés, sisterhood megvolt, reggeli megvolt, miért tűntem el megvolt, étrendkiegészítés megvolt, ajánljak könyvet. Mit olvasok most? Most írtatlan jó könyvet olvasok, és már másodjára olvasom újra, ami nálam gyakorlatilag a bókok bókja, mert semmi nem szoktam kétszer elolvasni. Ezt a könyvet mindenkinek ajánlom, aki tud angolul, ez magyarul még nem jelent meg. How the pill changes everything, ez a címe, hogyan változtatja meg, hogyan változtat meg a fogamzás gátló mindent. Iszonyatosan érdekes, így leírja, hogy a fogamzásgátló szedése az milyen strukturális változásokat idéz elő az agyban. Nagyon durva, elképesztő tényleg, hogy az a nő, aki szedi a fogamzásgátlót egy húzamosabb ideig, és azt érzi, hogy nem önmaga, gyakorlatilag ez a könyv ez megmagyarázza, hogy ez miért van így. Majd csinálok, hogyha kivégeztem most másodjára, és akkor csinálok belőle egy összefoglaló cikket nektek, jó? Hogy addig is, amíg ez nem jelenik meg magyarul, addig is a tudás az már ott legyen nálatok. No, ennyi fért bele így a mai élőbe, ami nem is annyira élő. Iszonyat szerencsénk van, mert szerintem nem is kell majd megvágnom, ennyirevel tényleg élő is lehetett volna, mert kibírták a munkásaim, hogy semmi se fogjon el, ne kelljen pénz, ne legyen új dráma. Ma reggel így arra ébredtem, hogy így kopácsolnak ugye megint a munkások, és akkor mondják, hogy baj van, hát mondom, tényleg? Megint? Tehát most éppen mi? Mert eddig már minden volt, tehát eddig már volt belőle rendőrségügy, mert átfúrták a társasházi fődémet, volt belőle szomszéddalizé, mert betörtek a pincéjébe, amikor látták, hogy galibát csináltak, és akkor így lefeszítették a szomszéd pincének az ajtaját, bementek, hogy onnan így helyrehozzák a dolgokat, de kitakarítani maguk után elfelejtettek meg az ajtót visszatenni, tehát ilyen nagyon, nagyon izgalmas dolgokat csinálnak. Ez komoly dolog, ez a felújítás, az összes stresszkezelő technikámra szükség van, és tényleg folyamatosan dolgozom azon, hogy a felújítás ellenére top formában legyek, de azért ez nagy kihívás. Szóval ma reggel meg így mondják, hogy hát baj van, mondom, tényleg, micsoda? Akkor fölmegyek, és akkor nézem, hogy a konyhafalam az így kávé hiányzik, vagy ott így a fele áll, és ugye ez egy fürdőszoba felújítás, tehát így már így, ez így fura volt, hogy miért konyhafalam nincsen. Na azért nem, mert mit tudom én, két csövet így össze kellett így rakni, és akkor azt rossz helyen illesztették meg minden, de a legfanibb, hogy így még én is, aki egyáltalán nem érte ez a szitu, az úgy láttam, hogy ott ficeg egy kis csavar, tehát hogy az ott nincsen jól meghúzva, és így előadja a munkás, hogy hát Nóra, nagy baj van, végig kell vésni az egész falat, kivenni a csövet, kicserélni a csövet, minden folyik a víz, ez nagyon drága lesz, ez nagyon drága, fixára szerződésünk van, de már mindegy, már így is háromszor annyiba kerül, mint ahogy nekiindultunk a dolognak. És akkor így mondom, hogy igen, oké, biztos, de hogy mi lenne, hogyha azt a csavart ott meghúznánk amúgy, és akkor meghúztuk azt a csavart, és láss csodát, elállt a víz szivárgás konyhafalamból. Úgy vannak ezek a munkások szerintem vele, hogy hát nő is vagyok, meg még úgy viszonylag fiatal is, meg hát nem értek ezekhez a dolgokhoz, úgyhogy az elejétől fogva megpróbáltak ott átbasszizni, ahogy csak tudtak, úgyhogy ha éppen felújításban, jó mondjuk
nagy, kemény fába vágták a fejszéjüket, úgyhogy szerintem a mai után most már így bariba leszünk, de ha esetleg felújítást tervezel, akkor privátban megírom, hogy ki az, akit ne válasszál, mert akkor így nagyon, nagyon beválasztasz velük. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt ez a felújítás, de szerintem legközelebb inkább így, ha így lelakok valamit, vagy valami kell, akkor így elköltözök. Amúgy ezt a felújítást a macskámnak köszönhetjük, mert az egész egy kis rozsdafolttal kezdődött a fürdőkád szélén, és gondoltam, hogy veszek zománc festéket, és akkor azt így lekenegettem, és akkor megvettem, lekenegettem, el is tűnt, gyönyörű volt az egész, de elkövettem azt a hibát, ami így a bengáli macskatartók szerintem, tehát ez ilyet nem követhet el egy bengáli macskatartó, mindegy elkövettem, úgyhogy mea culpa, ott hagytam a festék és bödönt a kád szélén. És hát így beauty macska meg nyilván azzal a kis tök-tök-tök-tök, így beleborított az egészet a kádba, és akkor így belement, meg ilyet, és akkor ilyen kis fehér tappancsnyomokat hagyott amúgy az egész lakásba. De a kád az kuka volt, az hetekig próbáltuk menteni, apuval így sikáltuk, meg csiszoltuk, meg minden, de aztán végül is így feladtuk, mert nem lehetett megoldani, nem lehetett megmenteni. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát ha a fürdőkádat azt úgy is ki kell cserélni, akkor már csináljuk meg a második WC-t is, mert ugye idén már szakvizsgázom, tehát kell majd ANTÉSZ engedély, meg minden, és ahhoz kell még egy WC, jó, akkor csináljuk meg a még egy WC-t. Úgyhogy innen indult ez az egész történet, de hogy fürdőszoba meg második WC-ből hogy lett konyhafalbontás, azt viszont még végképp nem értem. Na, lényeg a lényeg, hogyha egy mód van rá, akkor ne újítsatok fel. Ez még így a mai jó tanácsom. Vigyázzatok magatokra, szeretettel ölellek benneteket, jövő hónapban ismét találkozunk. Sziasztok!